A Városi Televízió nézői most egy különleges és ritka felvételt láthatnak, archívumunk egy féltett kincsét, egy interjút Bojtár Lászlóval. Amikor megtudtam, hogy a mohácsi önkormányzat döntésének eredményeképp ilyen magas kitüntetésben részesülök a város társadalma részéről, akkor az első pillanatban úgy gondoltam, hogy az én személyiségemhez az illik legjobban, ha belül berzenkedem, mert én nem vagyok egy önmagát csillogtatni kívánó személyiség. Én Mohácson egy utcán közlekedő egyszerű lokálpatrióta vagyok, akinek a legnagyobb sikerélménye egy életen át, hogy a város felével személyes jó barátságban van. Mégis, amikor kezdtem okot keresni, hogy vajon hogy esett rám a választás, akkor úgy gondoltam, hogy az nagyon gyönge magyarázat volna, hogy Mohácson születtem, itt készülök majd befejezni az életemet, és egész életemet Mohácson töltöttem el. Hát ennyiben kötődöm Mohácshoz, de ez édes kevés ahhoz, hogy a város díszpolgári címmel tüntessen ki. Utána rájöttem, hogy a két működési területem, az egyik a zeneszerzés, a másik a művelődés történészkedés, az első perctől 80%-os arányban Mohácshoz kötődik. Tudnélik, zeneszerzői munkámban elsődlegesen a mohácsi népdallal kapcsolatos feldolgozói tevékenységem az, amit nekem személyes sikert is hozott, Mohácsnak pedig azt remélem, hogy elég jelentős propagandát. A másik tevékenységem pedig a helytörténeti kutatásaim, amelyek a kultúrtörténet különböző szakterületeire korlátozódtak. Ezek kivétel nélkül mind valaha itt élt nevezetes mohácsi személyiségek érdemét igyekeztek a közvélemény tudomására hozni. Mindkét szakterületén úgy érzem, teljes embert kíván. Egy zeneszerzői munkát úgy végezni, hogy mellette még helytörténettel, művelődés történészi munkával is foglalkozzon valaki, az már önmagában is egy nagyon dicséretre méltó dolog. Most szeretném, hogyha ezt a két területet külön választanánk, és Laci bácsi először a zeneszerzői munkásságáról mondaná egy összefoglalót. Biztos vagyok benne, hogy zeneszerzőnek az ember nem tanulhat csak, hanem olyan zenei környezetbe kell születni, vagy olyan iskolákba kell járni, olyan mesterek kell, hogy tanítsák az embert, hogy meglegyen az az indítatás, amivel a zeneszerzői munkássága kialakul és eredményes munkát tud kifejteni. Tulajdonképpen igen szerteágazó, rengeteg kérdést kaptam már most közben. Én megpróbálok azokra válaszolni, amelyek az én megítélésem szerint a közvéleményt leginkább érdekelhetik. Hát először is az első zeneszerzői próbálkozásom, és itt most egy forrás munkára hivatkozom, mert az évszámokkal mindig is hadilábon álltam, 1948-ban, amikor én 22 éves voltam, elküldtem az első általam komponált orgonadarabot bírálatra Pécsi Sebestyén zeneakadémiai professzornak, akinek a bírálata abban összegeződött, hogy meghívott ennek a idézőjelben mondom művemnek, amelyik még igazán csak kísérletecske volt, a budapesti bemutatójára, amelyet ő tartott a Szent István Bazilikában, 22 éves koromban. Ebből ugye az volna sejtett, hogy jaj, de nagyon korán sínre került ez a Bojtár László. És a továbbiakban azt fogom majd elmesélni, hogy az életem mérlegét, amikor most el akarom készíteni 68 évesen, akkor én nem tudok egyértelmű igennel vagy nemmel felelni arra, hogy az én pályafutásom alapjában mivel sikeres volt-e, vagy pedig majdhogy nem sikertelen. Azért elmondok néhány dokumentumot még, ami a sikeresség serpenyőjébe esik. Következő kedvező fordulatot ugyancsak orgonaművel értem el, méghozzá nem kisebb személyiségnek, mint Bárdos Lajos professzornak, aki fiatalságom nagy támogatója volt, az ő pártfogásával Gergely Ferenc, zeneakadémiai professzor szintén, Gergely Ferenc bemutatta a Pesti Ferences templomban egy másik orgonadarabomat, sőt, ővele aztán olyan kedvező személyes kapcsolatom alakult ki, hogy több művem bemutatására vállalkozott, többek között Pesten egy általa tervezett orgona avatására a tőle megrendelt orgonadarabomat mutatta be, és ugyanezt megtisztelő módon eljátszotta a Mohácssal meglehetősen szomszédos Palota Bozsoknak az orgonáján is, amely orgonát talán sokan tudják ezt, egy orgonaépítő plébános épített,
és amelyik olyan, hogy fővárosi művészek is szívesen koncerteznek rajta. Itt tehát Palota-Bozsokon is volt egy zeneszerzői bemutató, melyen Gergely Ferenc volt az, aki vállalkozott. Az első művek mind orgonára íródtak, ezek szerint? Erre természetesen könnyű azt válaszolnom, hogy mivel 17 éves diákkoromban kezdtem először orgonán muzsikálni, méghozzá pécsi diákként, mert én a gimnázium felső 4 osztályát közbeszúrom. Az én gyerekkoromban 8 osztály is volt a gimnázium, a 4 alsó osztályát a Mohácsi gimnáziumban végeztem, a 4 felsőt a pécsi Ciszterek Nagy Lajos gimnáziumában. Ott a diák miséken 17 éves koromban ülhettem föl először az orgonapadra, tehát 17 éves koromtól kezdve folyamatosan orgonáltam, méghozzá 62 éves koromig, amikor végleg nyugdíjba vonultam, sőt, tulajdonképpen azóta is néhány alkalommal egy-egy szereplés erejéig még vállalkoztam az orgonálásra. Tehát az orgona, mint hangszer, az olyan fokban kötődik a zeneszerzői tevékenységemhez, hogy ez egészen elsődleges. Na most az a helyzet, hogy ugyanakkor én nekem már az életem első fázisában az orgona művekkel kapcsolatban, vagy ahhoz hasonlóan fölkeltették az érdeklődésemet a népdalok. Nagyon vonzottam a népdalhoz, és azt is megmagyarázom, hogy miért. Hát ha azoknak, akik csodálkoznak rajta, vagy azt mondják, hogy ez ma nem egy divatos téma, talán érthető magyarázatot tudok adni. Kérem, egy mai zeneszerző előtt tulajdonképpen kétféle lehetőség van. Hát persze, ha akarom a lehetőségeket fölmérni, akkor először úgy kellett volna az osztályozást kezdenem, hogy vagy könnyű zenével foglalkozik, vagy komoly zenével. Hát én könnyű zenével ugyan fiatal koromban tánczenészként zongora mellől 10 évig foglalkoztam, de a zeneszerzői fantáziámat csak a hangsúlyosabb, nevezik így komoly zene volt az, ami lekötötte. Na most a magyar népdalnak van egy olyan sajátossága, mely lehetővé teszi, hogy a vele foglalkozó, feldolgozó zeneszerző kilépve a hagyományos dur és moll hangnemiségből, és mégsem rugaszkodva el a hangnemek talajáról, mert az nem az én világom, az a modern zene, amelyiket atonálisnak hívnak, tehát hangnemén kívülinek, vagy dodekafonnak, tehát 12 fokúnak, az én fülem, talán azt is mondhatom, a tehetségem csak addig terjed, hogy a 8 fokú skála és természetesen a közbeiktatott fekete billentyűk, mondom az egyszerűség kedvére, a kromatikus hangok közbeiktatásával elérhető hanghatások földolgozására vállalkozzam, ez az én zeneszerzői világom. Na most a magyar népdal a maga hangnemi sokszínűségével alkalmat nyújt kezdettől számomra, és minden olyan zeneszerző számára, aki ezzel foglalkozik, hogy túllépve a már említett dur-moll hangnemiség lehetőségein, és mégsem veszítve el a hangnemiséggel való kapcsolatot, egy olyan saját egyéniségére szabott zenei stílust alakítson ki, amelyben, én most ezt csak magamról mondhatom, amelyben a saját lelki világát ki tudja tükröztetni a világra. Mert ez lehet, hogy nagyon kicsinyes szempont, de engem soha nem érdekelt a zeneszerzői érvényesülésnek másféle formája, engem mindig csak az érdekelt, hogy a zeneműveimen keresztül önmagamat vetítsem ki, és aki meghallgat egy néhány bojtár szerzeményt, az akkor is el tudja képzelni, milyen lehet az a bojtár Laci bácsi, aki még sosem találkozott vele. Nem beszélve arról, hogy Mohács környékén, és itt Mohácson is, nagyon-nagyon sok népdal volt található, nagyon sok népdal gyűjtöttek, tehát olyan környezetben nőtt is fel Laci bácsi, hogy az életét már itt gyerekkorától kezdve végigkísérte a népdal. Tehát adva volt a lehetőség, hogy ebben a légkörben, ebben a millióben felnőve ehhez a műfajhoz, ehhez a formához nyúljon az ember, mint népdal. De most menjünk egy kicsit tovább, tehát a népdal, az orgona művek. Na most orgona műveket természetesen életem további során is alkottam, és azt is mondhatom, hogy itt van az életem egyik nagy sikertelensége. Soha nem értem el azt, hogy nyomtatásban egy bojtár album jelenjék meg. Hát ennek természetesen az engem körülvő történelmi társadalmi környezet a fő magyarázata. Abban az időben, mikor az életemnek a derekán voltam, akkor nem volt divatos hangszer az orgona, majdnem azt mondhatnám népellenesnek számított, és ezt minden lehető fórumon éreztették is velem.
Mégis két fontos mozzanatot mindenképp a siker serpenyőjébe elkönyvelek. Az egyik, hogy a református egyház meghirdetett körülbelül 10-12 évvel ezelőtt egy pályázatot, amelyben korál témákra variációs sorozatokat rendelt meg. Ezen a természetesen jeligés pályázaton én is részt vettem, és abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 12 magyar szerző között, akik közül 4-5 olyan, hogy én bizony törpének érzem magamat mellettük, 12 magyar szerző között megjelent nyomtatásban, ez az egyetlen, ahol zeneművel nyomtatásban megjelent egy album, amelyik tehát elérte azt, hogy az országban bárhol az orgonákon megtalálható. A másik sikerem az körülbelül 7-8 évvel ezelőttre datálódik, amikor Miskolcon az úgynevezett Szent Anna plébánia hirdetett meg szintén orgonamű pályázatot. Ide én, mondván, hogy mit veszíthetek vele, elküldtem 7 orgona darabom fénymásolatát, és a nagyon kedves zsűri, amelynek az elnöke a mostani Szent István bazilikai orgonaművész volt, a nagyon kedves zsűri azzal a megtisztelő szöveggel részesített kitüntetésben, hogy életművemért, így írták ők, én idézőjelben mondom, első díjat kaptam. Hát ezek azok az ellenpontok, amelyek miatt nem tudom megmondani, hogy sikeres-e az orgona komponistai pályafutásom, vagy sikertelen. És akkor most nézzük a népdalokat. A népdalokkal való kapcsolatom az onnan datálódik, hogy kb. 21-22 éves koromban a mostani Gőzhajó utcában, akkor Aponyi utca volt a neve, működött egy úgynevezett parasztkör, ahol most öregek napközi otthona van. Ott volt egy népi tánccsoport, akik korosztályon beli fiatalok, és néhány olyan tanító bácsi, mondom én, mert hozzám generációnyival idősebbek voltak, egy Benedek József és egy Faragó Gábor nevezetű általam nagyra becsült tanító volt az együttesnek a vezetője. Ők fölkértek, hogy a próbáikon segítsek zongoristaként közreműködni, mert aztán a nagyobb föllépéseken cigányzenekar játszotta a népdalokat, az annak a kornak a hagyományaihoz képest. Tehát én ott szerettem bele a népdalokba, ebben a környezetben. Na most 29 éves koromban Schneider Lajos bácsival, aki egyébként orgonista elődöm volt a püspök templom orgonáján, ővele olyan szoros kapcsolatom létesült, hogy tudva azt, hogy ő 1500 mohácsi népdalt jegyzett le, beszélgetésünk melléktermékeként mondta, tudva, hogy én komponálgatok, hogy Laci öcsém, szívesen adok neked népdalokat, és csinálj belőle mohácsi tematikájú népdalfüzéréket. Sose felejtem el azt a képet, ahogy Lajos bácsival ültünk egy hatalmas asztal előtt, és az 1500 népdalnak nem tudom, nem töredékét, hanem túlnyomó részét teregette, lapozgatta, kínálgatott belőle, és ketten együtt szemezgettünk, amíg megtaláltam, és most itt egy nagyképű szót kell használnom, életem főművének az anyagát. Érdekes módon a 29 éves koromban írt Mohácsi Bokréta című népdalkantáta, amely az Állami Népégyüttes műsorára eljutott ének és zenekari és szólisták által megvalósított előadásban. Ezt az eredeti formájában én az akkori Mohácsi vegyeskarnak és az akkor még működő Mohácsi szimfonikus zenekarnak komponáltam meg 29 éves koromban, illetve akkor már a bemutatója volt, az előző évben komponáltam. Itt Mohácson volt a bemutató? Itt Mohácson volt a bemutatója, igen, erről plakátom is van természetesen, úgyhogy dokumentálni tudom, sőt, annyira megnyerte az előadóknak is, a közönségnek is a tetszését, hogy másfél éven belül 3-szor tűzték műsorra. És mindig a műsornak ez volt, azt is mondhatom, hogy a slusszpoénja szép magyar szóval. Na most a Mohácsi Bokrétámnak sem olyan egyszerű ám a története, hogy én azt mondhatnám, hogy jaj, de simán ment akkor minden. Elküldtem az Állami Népi Együttesnek, de az akkori karnagy, nem mondom ki kíméletből a nevét, pedig országosan ismert ember, még ma is él. Egyszerűen azt tette vele, hogy egy szekrény mélyére süllyesztette, mert nem szerette a fellépő új konkurenciákat. Amikor tőle Pászti Miklós vette át a Népi Együttes karnagyi tevékenységét, kapok, de 6-8 évvel később Pászti Miklóstól egy lelkendező levelet, hogy egy szekrény alján megtalálta a Mohácsi Bokrétát, gyorsan járuljak hozzá, hogy a mellékelt szerződés alapján az Állami Népi Együttes műsorára tűzhesse. Ez még történt, akkor megint vesztek az évek, csak most nagy lépésekben próbálom a Mohácsi Bokréta történetét felvázolni.
6 év kellett, amíg rádió bemutató lett belőle. Azóta viszont 120-ig számoltam a rádióban való elhangzásait, tehát azért mondtam a Mohácsi Bokrétáról való közlendőimnek az elején, hogy életem főműve, mert 120-nál több rádió előadást egyetlen szerzeményem sem ért meg aztán, és ilyen monstra együttes sem adta elő egyiket sem. Egyébként a rádió részére Kocsár Miklós zeneszerző lektori véleménye alapján még igen sok blokkom készült el, ezeket most nem fogom címenként felsorolni. Hála Istennek, ezek olyan mennyiségben kerültek a rádió műsorába, hogy 350 fölött van az összes rádió szereplésem száma, és körülbelül 5-6 évvel ezelőtt az Újvidéki Rádió újabb 6 blokkot vett föl tőlem, azon az alapon, hogy a Pesti Rádióból megkapott anyag nagyon tetszett nekik, és akkor kérték, hogy az Újvidéki Kamarazenekarnak is írjak, hát ez is, erről is elkészült a fölvétel, és erről is van egy kazettám természetesen. Hát én azt hiszem, hogy nem nagyon nagy vonalakban vázoltuk csak föl egy élet egy területét, a másik terület a művelődéstörténészi munka. És ahogy már a bevezetőmben az elején elmondtam, hogy egy mindkét terület önmagában is már egy teljes embert kívánna, hogyan és mikor maradt idő erre az aprólékos, ugyancsak nagyon időigényes területre? Hát erre úgy kell Ádám Évától kezdenem a választ, hogy engem Mohács művelődés története magánemberként érdekelt, és eszem ágában sem volt évtized szám, hogy ebből bármit publikáljak. Föl sem vetődött bennem, hogy erre valaha alkalmam lesz. Valahogy a kedvező véletlen közrejátszásának köszönhetem, hogy egyáltalán odáig jutottam, ahova ezen a téren eljutottam. Tudnélik, 15 vagy 16 évvel ezelőtt a Pécsi Akadémiai Bizottság közzétett egy pályázati felhívást, amelyben azt kérte, hogy egy-egy város vagy község zenetörténetét olyan valaki, aki ebben járatosnak érzi magát, írja meg és nyújtsa be pályamunka formájában. Hát én erre föl aztán rettenetes intenzitással, 6-8 évi megfeszített munkával az addigi anyagomat kiegészítve a 100 éves mohácsi sajtó ezernyi adatával, és minden egyéb hozzáférhető dokumentummal, de ezek a pécsi levéltárban, a budapesti Széchenyi könyvtárban, és még a székesfehérvári könyvtárban is kutattam. Tehát rengeteg olyan forrást egyik adta a másikat, mert ezek lavinaszerűen megindulnak ezek az adatok, és akkor az ember rájön, hogy hol kell további mozzanatra lennie. Kérem, benyújtottam a pályamunkámat, és kiemelt negyedik díjba részesített a zsűri. Azért hangsúlyozom ezt, mert azt mondta a Donhofer Szilárd akadémikus, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke, hogy első díjat kérem, nem adhatunk ki másnak, csak kollektíváknak, tímeknek, amelyek úgyis osztoznak azon a bizonyos picike 5000 forintos volt a pályadíj, de 15 év ezelőtt több volt az 5000 forint, mint ma. Tehát csak tímek és azon felül első díjban részesíthetők még azok a tanulmányok, amelyek népgazdasági szinten azonnal hasznosíthatók. Hát kérem, egy bojtár tanulmány Mohács zenetörténetéről, mert ez arról szólt, nem fér bele egyik kategóriába sem, viszont a 300 forintos második díjat nekem csak az én személyemre 4000 forintos, az előbb nem tudom, jó számot mondtam-e, 4000 forintosra emelték meg, ez volt az első sikeres pályázatom, aminek az volt a mellékterméke, hogy miközben én a 100 évi mohácsi sajtót átböngésztem, irtozatos lázba jöttem, mert kiderült, hogy az a nagyképűség, amivel én magam is közelítettem a múltunkhoz, föl sem tételeztem, hogy itt ebben a kis poros, sáros kisvárosban, amelyik a múlt században még nagy község is alig volt, hogy itt jelentős kulturális dolgok zajlottak le, és kérem, ledöbbentem, és nem tudtam a varázslatnak ellent mondani, és nekiálltam megírni a következő, szerencsére ismét a Pécsi Akadémiai Bizottság pályázatára elkészített következő munkámmal. Ezek a monográfiáim egyébként itt láthatók a hátam mögött, némelyikből két példány, elárulom, hogy nem is tudom biztosan, hogy 7 vagy 8 kötet, amit megírtam, mert lehet vitatkozni rajta, hogy némelyik néhány évvel később kibővített formában kicsit átdolgozva jelennek, hogy azt most külön monográfiának számítsam-e, nem lényeges ezt tisztázni. A második munkám Mohács művelődés történetének krónikája.
Ezzel szintén második díjat nyertem a Pécsi Akadémiai Bizottság pályázatán. Ebből már pályázattól függetlenül megírtam, most már nem kronológikus sorrendben, hanem olvasmányosabban, Mohács kulturális fejlődésének történetét, amelyik tehát inkább monográfia jellegű. Mindezt megtudta néhány budapesti kutatóintézet, és elárulom, hogy a gépírásos monográfiáim eljutottak a Zenetudományi Intézetbe, a Művelődés Kutatóintézetbe, tudomást szerzett róluk a Színháztudományi Intézet, amelyiknek akkor már külön a felkérésére megírta Mohács színjátszás történetét, de én most latin szóval mondom, horribile dictu, még kimondani is szörnyűség, 1914-ig, tehát az első világháború kezdetéig 400 gépert oldalnyit írtam erről a témáról. Természetesen nagyon kedvező volt a fogadtatás, és állítólag most van kiadás alatt a Magyar Színház Történet második kötete, amelyben a vidéki kisvárosi színjátszás anyagához én vagyok a legfőbb forrásmunka. Ezt a Pécsi Rádióban hallott egy műsorból is megerősítve tudom. Na most tehát megírtam Mohács színjátszás történetének ezt a legalábbis az első periódusát. A második rész is megtalálható végeredményben a Művelődés Történet krónikájában, csak összevontabban, rövidebben. Azon kívül megírtam egy mohácsi származású világjáró hegedűművésznek, Hergert Józsefnek 150 gépelt oldalon a pályafutását. Ez a Hergert József tanítványa volt többek között Joachim Józsefnek, aki a Berlini Zeneakadémián, mint Liszt Ferenc barátja, talán Magyarországon is a zenekedvelők előtt kissé ismert név, és ez a Hergert József végig koncertezte Párizs, Brüsszel, London, de most utoljára hagytam, mert leginkább Hamburgban és Kölnben élt, és ott aratta a sikereit, de a világháború derekán Pécsnek lett központi zenei figurája, tehát a megye zenei életében is jelentős szerepet játszott. Szóval a Hergert Józsefről, aki egyébként sajnálatosan 49 éves korában meghalt már, de az alatt egy fantasztikus nagy pályafutást érte. És kérem, 3 évvel az én születésem után halt meg, de én bizony a kutatásaim megkezdéséig még a nevét sem hallottam. Ez jellemző, hogy milyen hálatlan tud lenni az utókor, hogy az előző generáció nekem soha nem mondta ki, pedig ők ismerhették, hogy volt itt egy Hergert József nevű csodahegedűs Mohácson. Kérem, életemnek egyik missziós feladata, hogy én az utókorra hagyom ennek a történetét, a hiteles történetét, dokumentálva minden természetesen. Én azt hiszem, hogy akárha a zenetörténet során végignézzük a nagy alkotók munkáinak a sorsát, akkor mindig akad egy-egy ilyen missziós, aki a polcokról leszedi akár az összegyűjtött munkákat, kiadatja, aki végül is ismerté teszi annak az illetőnek a nevét. Most egyébként eszembe jutott Mendelssohn meg Bach, ha jól tudom. Világért nem szeretném kihagyni, hogy már a Mohácsi Városvédő Egyesület részéről kaptam azt a megbízást, hogy amikor talán 3-4 évvel ezelőtt volt, nem tudom pontosan, a Mohácsi Tornaegylet fönnállásának 100 éves jubileuma, akkor én rám bízták, az én szerkesztésemre bízták rá, hogy egybe fogjam az egyes sportágak történetének a szakembereit, és ez a kötet szintén természetesen, ez nyomtatva jelent meg. Úgyhogy az elején ott díszelik, hogy szerkesztette Bojtár László, én most szerénytelenül nem akarok senkit bántani, de hozzáteszem, hogy majdnem minden mondatát írta Bojtár László, de úgy, hogy természetesen nem boldogultam volna, ha egyes szakterületeknek a szakértői, a sportágok vezetőitől nem kapok olyan hiteles dokumentumokat, amelyekre alapozva már kutatnom sem kellett, csak összefognom egységes stílusban és egységes koncepcióval egy monográfiát. Mert mondjuk a kultúra területéhez ugye hozzátartozik a zenei élet, a színházi élet, na és a sport. Én erre azt mondom, hogy a testkultúra is tartozik hozzá, ha most ilyen szép daginak látszom is, sőt voltam ennél 20 kilóval kövérebb is. Annak ellenére a sport sem volt számomra idegen, én elárulom, hogy nem tartozik ugyan a nagy nyilvánosság, a gyerekkoromban imádtam futballozni, rengeteget fociztam, amikor az időm engedte. Félnőttként nem jártam soha Mohácson futballmeccsre, mert olyan volt a kántori, orgonistai munkaköröm, hogy nagyjából a futballmeccsekkel egy időben kellett otthonálnom. Tehát Mohácson én nem jártam meccsre, de akkor még egy sikerélményemről beszámolok. A Mohácsi torna, illetve nem is a Mohácsi torna, most már MFC-nek hívják,
fölkért, gondolom 3 évvel ezelőtt, és az ő fölkérésükre írtam egy szurkoló indulót, amelyet a Dobos József vezette, Mohácsi Fúvós zenekar játszik, és a Városi Vegyeskarnak a férfi részlege Krausz György betanításával énekelt Magnóra. Úgy tudom, hogy amikor Mohácson van a csapatnak mérkőzése és gólt rúgnak, akkor mindig fölhangzik a Bojtár Laci bácsinak a szurkoló indulója. Én ezt is úgy érzem, hogy a városhoz való kötődésemnek egy nagyon fontos dokumentuma. És szabad most önző módon egy teljesen kitérőnek tűnő összefoglalót adni? Annak is nagyon örülök, hogy a Városi Zenélő Óra, pont erre gondoltam, amelyik pillanatnyilag ugyan most éppen üzemzavarban úgy látom megállt, de hát remélhetőleg ez nem sokáig tart, az én feldolgozásomban közöl, vagy ad óránként egy kis mohácsi népdal nyomán készített rövidke kis órazenét, és akkor még azt is hozzáteszem, mint majdnem 40 éven át működött munkakör szerinti kántor, hogy örömömre szolgál természetesen, hogyha a zenélő órától elmegyek a fogadalmi templomba szentmisére, és hallom, hogy a hívek anélkül, hogy tudnák, hogy az én zenémre éneklik, Uram, irgalmaz, éneklik a misének egyes részeit, amelyekről nem fontos, hogy tudják. De most én elárultam. Tehát a futballpályáig, a zenélő órától és közben a templomot is érintve, én úgy érzem, hogy ezzel talán jogcímem van arra, hogy azt mondjam, hogy én tényleg Mohács zene szerzője vagyok, és Mohácshoz vagyok olyan hű lokálpatrióta, hogy emiatt, csak a túlhangsúlyozott mohácsiságom miatt köszönettel és mondjuk az elzárkózás minden indulata nélkül örömmel fogadtam a díszpolgári címet. Visszakanyarodtunk oda, ahonnan elindultunk. Tulajdonképpen nem gondoltam volna, hogy sikerül egy kerek egész anyagot egy negyedórás beszélgetésbe belesűríteni. Mert ahhoz olyan eszenciát kell itt elmondani, olyan összefoglalót, és valójában egy kicsit olyan szomorú dolog is, amikor életét visszatekintve mondjuk, mert ugye nagyon sok határkő van, visszatekintve el tudja lényeges dolgokat 15 percben mondani. De én szeretnék még egy területre, rossz kifejezés, hogy területre rátérni. Laci bácsi az eddigi életében összefoglalva azt mondta, hogy minden cselekedetével a várost szolgálta. Ugye így kapta meg a díszpolgári címet. A zeneszerzői munkával is, a művelődés történészi munkával is. Azt is elmondtam, hogy mindkét terület egész embert kívánt. És akkor nem beszéltünk a családról. Hiszen ahhoz, hogy valaki ilyen kutató munkát, ilyen zeneszerzői munkát végezzen, ahhoz egy olyan társra is szükség van, aki a háttérből rendezgeti és irányítja a dolgokat, és megteremti ehhez a munkához az összes feltételt. Ennek a provokációnak nagyon örülök, azt hiszem a széles vigyorgásom is elárulja, mert bizony az idén 45 éve élünk a párommal, úgyhogy most nyugodtan irigyelhetnek sokan. Legalább 35-40 éve nem veszekedtünk egymással. Nem volt köztünk nézetkülönbség. Pedig nem vagyunk azonos temperamentumúak, van köztünk egyéniségbeli különbség sok, és én a feleségem dicséretére leginkább azt akarom elmondani, hogy egy olyan csodapokárral, amilyen én vagyok, mert egy ilyen valakivel együtt lakni, akinek az életét ilyen fonák, buta dolgok töltik ki, és itt most közbeszúrom, aki eközben nem ért rá sohasem, hogy a vagyonosodás irányába lépjen. Én megmaradtam majdhogy nem szegény embernek egész életemen keresztül, soha nem nélkülöztünk, de sose jöttem rá annak a technikájára, hogy lehet mindebből anyagiakat is profitálni. Én megszoktam azt, hogy rendkívül keveset fizettek mindenhol, mindenért. Csak egy példát szabad közbeszúrnom. A rádióban például minden elhangzó művemért még 3-4 évvel ezelőtt is esetenként, műsoratűzésenként 30 forint szerzői jogdíj illetett meg. Természetesen, hogyha rockzenész volnak, akkor ennek a százszorosa illetne meg. Hát sajnos ezt a mai fiatalok most nem örömmel hallgatják, mert azt mondják, úgy kell a Laci bácsinak, miért nem lett rockzenész.
Hát kérem, szóval lényegében arról van szó, hogy én egy igen furcsa életet éltem, de ha már a családom került szóba, akkor úgy gondolom, hogy a feleségemen túllépve, igen, rövid összefoglalót kell adnom, hogy két fiam született. Az első szülött fiam, aki 44 éves, most az Imre fiam, teljesen apja muzikalitását örökölte, átvette, oboaművész, a Győri Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. Felesége is muzsikus, a Győri Színháznak a karigazgatója, és a Győri Rába kórus karnagya. És itt most elszégyellem magam, mert a zeneszerzői műfajaim közül véletlenül nem került szóba, hogy én kórusműveket is komponáltam, és ehelyütt akarom megköszönni Krausz Györgynek és a Mohácsi Városi Vegyeskarnak, hogy több műven bemutatására vállalkozott, és persze ezt más kórusok is megtették, például a pécsi egykori gimnázium énekkara, Ivasivka Mátyás karnagy vezetésével Nagy Lajos gimnáziumé, amelyik szintén bemutatott bojtárműveket, és a menyem által vezetett Győri Rába Vegyeskar, amelyik külföldön is, számtalan külföldi Wiesbadenben, Linzben, több helyütt játszotta. Ha, amennyiben zongora kísérlet és mű, akkor jogos, hogy, mert olyan is volt köztük. Sőt, most hozzáteszem, hogy a legújabb, egyelőre még föltételes módban mondom, sikerkilátásom, hogy a menyem kórusát meghívta egy gráci pályázat az énekkarával, azzal, hogy fonák módon valami zöldnek nevezhető természetbarát vagy környezetbarát egyesület, és a furcsa módon a gráci főegyházmegye, tehát érsekség kulturális osztálya hirdetett egy olyan pályázatot, amelyben a fő téma a folyó, vagy általában a víz. Erre menjem tudva azt, hogy én a mohácsi népdalaim között, többek között Újvidék részére készítettem a Duna mentén című népdalblokkot, hát ebből átiratot csináltam énekkarra, zongora kísérettel, és az ottani gráci zsűrinek annyira megtetszett ez a feldolgozás, hogy megkapták a menyemék a meghívást, hogy részt vegyenek ezen a fesztiválon, mert a mű megnyerte a tetszésüket, tehát Grazban lesz legközelebb egy ilyen bemutató. És ha szabad további szerénytelenek lenni, még egy fontos dolgot nem mondtam el. Volt még egy olyan műfajom, amely az iskolákhoz kötődik. Én fiatal koromban rengeteg mesejátékhoz írtam kísérőzenét, és 27 évvel ezelőtt volt a Halászlegény titka című gyermekoperámnak a bemutatója, a Park utcai énekzenei tagozatnak a közreműködésével, segítségével, úgyhogy eléggé szerteágazó a zeneszerzői munkám, nem is csoda, hogy én magam is egyes témaköröket képes lettem volna elhanyagolni, most mégsem szeretnék lemondani, hogy ezeket is érintőlegesen legalább ne hozzam szóba. Nem hallgathatom el, hogy másodszülött fiunk, feleségem itt ül mellettem, most azért beszélek többes számba, másodszülött fiunk Gábor nem volt még egy évesség, körülbelül 8-9 hónapos volt, amikor agyvelő gyulladást kapott egy vírusfertőzés következtében, és ha most azt mondom összegezésül, hogy 26 éves koráig élt, de addig testileg, szellemileg magatehetetlenné vált, epilepsziás volt, tehát naponta meg kellett szerveznünk feleségemmel óriási, nagyon nehezen megoldható munkamegosztásban, hogy állandóan valamelyik szolgálatban legyen vele, és ehhez hozzásegített a kettők munkaviszonya. Ő tudnélik, mint a Park utcai iskola tanítónője, általában olyankor volt a munkahelyén foglalt, amikor én pont nem orgonáltam. Mert az orgonista fő munkaideje, hát először is a vasár és ünnepnapok, azon kívül hétköznapokon a reggelek meg az esték, tehát valahogy magától rajtunk kívülálló okokból megoldhatóvá vált ez a dolog. Jó darabig az anyósom is besegített, persze, amíg ő erőben volt, de lényegében 26 éven keresztül én túlzás nélkül merem mondani, hogy személyenként legalább 4 órát foglalkoztunk a beteg gyerekünkkel. Ebben benne vannak éjszakai kocsiban tologatások, alvás helyett, és nem akarom tovább részletezni, de egy fontos dolgot még el kell mondanom, ez a fiam olyan fokban volt muzikális, és az agyának a muzikalitást hordozó része annyira nem sérült meg, pedig szinte minden megsérült, hogy imádta a zenét, hogyha azt mondom most, hogy 300 kedvenc zeneműve föltétlenül volt. És például a Mohácsi Bokrétát, vagy egyéb szerzeményeimet, melyeknek a megszületését ő hallotta, mert ott zongoráztam a szomszéd szobában, és ő mindent hallott, és amikor ezeket a rádióban fölcsendülni hallotta, akkor
akkor olyan széles vigyorban és olyan éles gesztusokkal próbálta a figyelmüket fölhívni, hogy ugye mi is észrevesszük, hogy most milyen fontos dolog történik. Úgyhogy szoktam is Imre fiam az, akiből művész lett, frasztizni azzal, te lettél zenész. A Gáborból lett volna zenész, hogyha nem kapja az agyvelő gyulladást. Thank you.